A sokszor kellemetlenül porzó vörös salak, a rideg, szintén sérülésveszélyes betonpálya már csak emlékeztet a múltra a dombóvári Szent Orsolya Katolikus Általános Iskolában. A centerpálya teljes egészében a legkorszerűbbé alakult át egy év alatt. Világítással, védőhálóval felszerelt műfüves pálya szolgálja már a sportot, a labdarúgást. Nem hullott az ölükbe ez a 30 milliós létesítmény, a széleskörű civil összefogás volt a mozgatórugója ennek a hiánypótló fejlesztésnek. A legnagyobb eredményein azt gondolom, hogy az, hogy mi civilek fogtunk össze, tehát ebben ugye önkormányzat nem vett részt, hanem maga az intézmény, illetve az egyesület fogott össze, és kerestük meg a vállalkozókat, miután a pályázatot megírtuk, és a Tolna Megyei Szövetség segítségével a Labdarúgó Szövetség jóvá hagyta, hogy megépíthessük ezt a pályát. Ez pontosan egy évvel ezelőtt történt, amikor ezt beadtuk, és büszkék vagyunk arra, hogy egy év alatt a támogatásokat is, az őrrészt is, és magát a pályának a megépítését is sikerült véghez vinnünk. Jóval többről van szó ez esetben annál, hogy egy iskolában műfüves pálya épüljön, és egy kiemelt sportág űzésének, képzésének a feltételei javuljanak. Példaértékű az, hogy egy egyesület és az egyesülethez kapcsolódó vállalkozások tudták létrehozni ezt a labdarúgó pályát. Kiváltképp azért is kiemelkedő, hogy nagyon ritka, amikor ez nem önkormányzati tulajdonban van, tehát ez alapvetően egy intézményhez kapcsolódó, egy egyesületi kedvezmény kezdeményezés mentén több mint 10 vállalkozó jóvoltából jöhetett létre ez a pálya. A salakhoz bitumenhez szokott gyerekek számára katartikus élmény volt a műfővel játszani, nem is bírták kivárni az ünnepélyes megnyitót, már órákkal ezelőtt birtokba vették az új pályát. Nagyon nagy élmény volt azt látni, amikor a gyerekek először rámehettek a pályára, mert főleg a kicsik, tehát ilyen első-másikosok, azok bukfenceztek, a földön feküdtek, tehát annyira élvezték ennek a talajnak a minőségét, a puhaságát, hogy szinte vonzotta, hogy ráfeküdjenek, és így próbálják, megható volt látni. A Szent Orsolya Katolikus Általános Iskolában akár a versenysport, akár a tömegsport, ha úgy tetszik, prioritás. Örül az iskola vezetés, ha bejelentkeznek a futballakadémiát, legfőképpen a kaposvária végzősökért, amire már szép számmal volt példa. De mint azt a volt élsportoló kosaras igazgató hangsúlyozta, az is legalább annyira fontos, hogy a foci vagy más sporták szenvedélyé életvitelükké váljon a felnövekvő generációknak, és ebben az új létesítmény sokat segíthet. Nagy esemény ez az iskolának az életében. Úgy is mondhatjuk, egy minőségi változás a sportlétesítmények tekintetében. És azért is szentíztük, mert izgultunk, hogy elkészüljön a kitűzött dátumra, hiszen ugye meghirdettük, hogy az átadás az a mai napon lesz. Ez függött az időjárástól is, de hála Istennek kedvező volt, és a kivitelezőknek is köszönet, mert nagyon szépen, precízen és pontosan dolgoztak. És amit kiemelnék, hogy nagyon szépen, mert nagyon kevés károkozással, és nagyon szépen helyreállították a pálya körül lévő területeket is. Az új pálya már is kihatással van a dombóvári, illetve környékbeli sportéletre. Maga a pálya szerintem teljes mértékben összhangban van a mostani elvárásokat, ugye mindennapos testnevelést vezették be ugye a oktatásban, és ehhez az a pálya remekül illeszkedik. Ahogy ön is mondta, a labdarúgáson túl mindenféle játékos mozgást, fogójátékokat, atletikus mozgásokat, de ahogy ön is mondta, a labdajátékoktól elkezdve bármit ki lehet vitelezni. Azt gondolom, hogy Dombaváron néhány év kihagyás után, két héttel ezelőtt újból elindult a városi focibajnokság 10 csapattal, focisuli egyesület szervezésében, ugyanúgy mindennek a pályának a megvalósításában ők aktívan közreműködtek. Mind a Kaposmenti Társulási elnökét engem ott felkértek fővédnöknek, ezt a nemes feladatot elfogadtam, és nyilván a megnyitón ott voltam, és miután valamikor hosszú éveken keresztül jogam is szenvedélyként éltem meg ezt a sportot, azt gondolom, ez egy fontos lépés volt, hogy egy korosztályt újból vissza lehetett hozni. Az új Dombováron a második műfüves pályát a dombovári, tamási és a pécsi utánpótlás csapatok minitornájával avatták fel.